Sziasztok, Gömény István vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit. Keringési rendszerről lesz ma szó. Ide tartozik a szív és az érrendszer is, és a magyar törvények értelmében el kell, hogy mondjam nektek, hogy aki beteg, forduljon orvoshoz, mi itt az egészség megőrzésével foglalkozunk, és a betegség elengedésével egyfajta imát mondunk az egészségért. Egy csodálatos dolgot szeretnék veletek megosztani, méghozzá a szervregeneráló képzést. Itt mögöttem, akiket látok, a szervregeneráló tábornak az utolsó napján vagyunk, és nagyon sok fantasztikus megélés történt az elmúlt napokban. Sokan számoltak be azonnali változásról a testükbe, azonnali fájdalmak múltak el, jobban érezték, hogy működik az egyes szervek, egyre hatékonyabbak, bizonyos problémák megszűntek. Nagyon sok mindennel foglalkoztunk itt az elmúlt egy hétben. Például készítettünk olyan eszközöket, ami fizikai szintre tudja hozni ezeknek a szerveknek a regenerálását. Október 9-én fog indulni a szervregeneráló 3-as képzés, ahol a keringési rendszerrel foglalkozunk. Ide tartozik a szív, a verőerek, a viszerek, hajszálerek, nyirokerek, nyirokcsomók, lép, mandulák, féregnyúlvány és a csecsemőmirigy. Lehet, hogy ezek közül még nem is hallottál mindet, viszont ez mind a testednek a része. Ez a szervregeneráló képzés 11 részből áll, és lehetőséged van anatómilag megismerni a testedet, sejtszinten regenerálni, és rendbe tenni azokat a hitrendszereket, amik jelenleg is működnek benned, amit kaptál talán a szüleidtől, az iskolarendszertől, ettől a világtól, ami bizony jelentősen meghatározza az életedet. Minden gondolatod, érzésed, döntésed, cselekedeted hat rád, hat az életedre és hat a testedre. Szoktam azt a példát mondani, hogyha mondjuk egy citromra gondolsz, és azra gondolsz, hogy beleharapsz, az embernek a szájába egyből összefut a nyál, és ez így van minden gondolatoddal. Akkor is így van, amikor valakire haragszol, amikor rosszat mondasz magadra vagy másokra, amikor nincs benned szeretet, amikor nem a szeretet vezérel, és ez mind hat a testedre. Szokták mondani, hogy a test a lélek tükre, és ez így is van. Te vagy az egyetlen, aki felel az egészségedért, te vagy az egyetlen, aki képes vagy magadat megbetegíteni, és te vagy az egyetlen, aki képes vagy magadnak egészséget adni tartósan, hosszú távon. Pillanatnyilag lehet tüneteket megszüntetni, de az egészséghez te kell lesz. Kell a tudatosságod és azok a pozitív állítások, amik visszaadják neked az egészségedet és megtartják az egészségedet. Ezen a szervregeneráló képzés sorozaton ezt csináljuk. Egy nagyon különleges technikával képesek vagyunk sejtszinten rendbe tenni egyes szerveket és olyan programokat hozzátenni, ami ellentéte annak a negatív hitrendszernek, negatív programnak, ami kiváltja a betegséget. Vagyis konkrétan végigmentünk azokon a betegségeken, amik tipikusak egyes szerveknél, és megkerestük azokat a pozitív állításokat, ami felülírja azt a negatív programot, ami kiváltja lélekszinten a betegséget, ami aztán fizikai tünetet öltene. És itt mögöttem a tanítványoknak ebben nagyon nagy tapasztalata van, hiszen már a szervregeneráló 1-es, 2-es képzést elvégeztük, és eszközöket is gyártottunk, amely automatikusan fenntartja az egészséget. Szeretném megkérni a tanítványokat, hogy mondjanak pár szót arról, hogy mit adott nekik ez a szervregeneráló képzés. Ugye október 9-én lesz a szervregeneráló 3, ugye a keringési rendszerről, de ez a 11 részes szervregeneráló képzés folyamatosan tartjuk, és még idén van lehetőséget, hogy akár előről elkezd, és az első 6 fokozatot meg is tud csinálni. Úgyhogy ha feliratkozol a hírlevelemre itt a videó alatt, akkor megkapod a részleteket. És hogyha tetszik ez a videó, akkor kérlek, hogy lájkoljad, oszd meg ismerőseiddel. És hát írj egy megjegyzést is akár alá, mert minél több megjegyzést írtok, annál népszerűbb a videó. Még egy dologra szeretném felhívni a figyelmedet. 2 hét múlva lesz a spirituális önfejlesztés tanaképzés, ami egy 6 hónapos képzés, és kifejezetten arról szól, hogy tedd magad rendbe. Engedd el a félelmeidet, tisztíts ki a negatív jellemvonásaidat,
nagyon sok apró részletet ismersz meg magadról, és képes vagy ezt tudatosan megváltoztatni, és ezáltal egy sokkal értékesebb életet élni. Már több százan elindultak ezen a képzésen, és rendszeresen végzik ezeket a gyakorlatokat, nagyon sikeresen. Van egy belső fórumunk, amin meg is osszuk egymással ezeket az örömöket, ezeket a változásokat. Úgyhogy, ha változtatni szeretnél az életeden, akkor október 16-án indul a spirituális önfejlesztéstan a képzés. Ez egy nagyon jó lehetőség, hogy több legyél annál, mint ami most vagy. És át is adnám a szót akkor a tanítványoknak, hogy mondják el, hogy nekik mit adott ez a szervegeneráló képzéssorozat, ez a tábor, vagy akár az önfejlesztéstana, ki miről szeretne beszélni. Köszönöm szépen, hogy meghallgatod őket. Sziasztok, én Aranka vagyok. Hát fantasztikus ez a tábor, ez is. Két dolgot szeretnék kiemelni, hogy így megosztani veletek két élményt. Ugye először a táborban végigmentünk a belső szerveken. Mindegyik belső szervnek a regenerálásához készítettünk eszközt, és itt a táborban alkalmaztuk is. Ennek a hatását szeretném megosztani veletek. Az első, ami nekem óriási nagy tapasztalat volt, az amikor a lépet regeneráltuk, hogy egyszerűen rádöbbentem arra, hogy a saját egészségem az tényleg csak tőlem függ, tehát az, hogy az immunrendszerem mennyire erős, az csak attól függ, hogy én mennyire engedek mondjuk ugye negatív dolgoknak. Tehát, hogyha meg tudom azt valósítani, hogy csak pozitívan gondolkozok, és semmi negatív dolgot nem engedek be az életembe, hanem elutasítom őket, akkor az immunrendszerem az tökéletesen fog működni, és teljesen egészséges tudok lenni. Ez nekem egy óriási felismerés volt. Ennek tudatában voltam itt a táborban is, tehát igyekeztem így gondolkozni, még jobban így gondolkozni. És szerintem én úgy vettem észre, hogy nagyon-nagyon energikusan tudtam végig lenni a táborban, egészségesen, mondjuk így. A másik dolog, amit szeretnék megosztani veletek, az pedig ugyancsak az egyik gyakorlatnál volt egy ilyen döbbenetes megtapasztalás. A tábor második részében a csontozatot és az izomrendszeren mentünk keresztül, mert hogy ennek a tábornak ugye a szervregeneráló 1-es képzés, meg 2-es képzés adta az alapját, és amúgy a szervregeneráló képzéssorozatnak pedig az a lényege, hogy végigmegyünk az egész emberi testen. Tehát most ez így elindult, ez a folyamat. A 2-es képzésből, amikor az arcot csináltuk, az arcnak az izomzatát, akkor annyira döbbenetes volt számomra, hogy megcsináltuk a gyakorlatot, és így végignéztem a többieken, és láttam, hogy mindenkinek ilyen teljesen piros az arca, piros és vérbő az arca. Ez egy olyan megerősítés volt, hogy tényleg mindannyian érzünk bizsergést, energiaáramlást és gyógyulást, de így egyszerűen szemmel látható volt számomra és a többieken ez a folyamat, hogy működik, és jól működik. Úgyhogy fantasztikus volt. Én át is adnám a szót a többieknek, úgyhogy is köszönöm szépen. Köszönjük. Sziasztok, én Adrián vagyok. Nagyon hálás vagyok, hogy itt lehettem ezen a képzésen, ebben a táborban. Nagyon sokat adott emberileg is ez a tábor, és fejlődés szempontjából is. Magamat is lehetőség volt jobban megismerni, illetve mások is olyan támogatást kaptam, olyan kellemes, pozitív, építő közegben voltam, ami így nehezen megfogható szavakkal. A mindennapi, hétköznapi életben ez egy különlegesség, egy nagyon nagy kincs. Maga a tábor és ez a képzés engem is meglepett, hogy milyen mélységekbe mentünk bele. Én egyáltalán nem ismertem ilyen szinten az emberi testet, és nagyon nagyon jó volt egyre közelebb kerülni ehhez a tudáshoz. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönjük. Köszönjük. Sziasztok, József vagyok. Először is a táborról szeretnék egy pár szót beszélni. Én nagyon jól éreztem magamat. Életemben nem éreztem ilyen jó magat, mondhatom. Nagyon fel tudtam szabadulni, és ezek az emberek, itt láttok körülöttem, ezek mind segítik az én saját magam fejlődését, de olyan szinten, hogy én nem gondoltam. Csak azt veszem észre, 5. táborban vagyok, hogy
már nagyon várom a hatodikat, mert tudom nagyon jó, hogy még több megérzésem, megértésem, együttérzésem, nagyon sok jelenvonásom, hitrendszerem, mert át tudja formálni, szembesít. Ugye ugyanúgy, mint az önfejlesztő tana, én nagyon javaslom azt a képzést is, mivel hogy nagyon sok olyan dolog tud segíteni rajtunk, főleg mondhatom úgy is saját szavaimmal, hogy saját hibáinkat valamiért nem látjuk. Ha látjuk is, azt hiszik, hogy csak annyi hibánk van, pedig nem. Ugye nagyon sok jelenvonás hitrendszert ki lehet szedni, meg kiszedtük magunkból, de még mindig van egy pár. És amikor ezt visszakanyarodva a szervekhez, képzeljétek el, hogy 20 szervet indítottunk újra, mondhatjuk, hogy építettük fel újra őket, és hát én most, hogy elkezdtünk beszélni legelőször, mielőtt elkezdődött a videó, én az összes 20 szervet újból magamba irányítottam, ezt a pálcákat, amit látok itt előttem, most is ugyanezt csinálja, és azt az energiát, azt az mindent, ez a 20 szerv közül egy párat kiemelni számotokra, aminek nagyon nagy boldogság volt, például nekem a szemem. Ha láttátok a papíromat, hogy hát nem tudom, hanyas lehet ez, amik egy 24-es, 26-os nagyságú betűk, kellett már kinyomtatnom a tananyagot, hogy lássam. És amikor az első nap megláttam a mesterükkel, hogy ez hanyassal van szedve? 12-es. 12-essel, hát nem láttam. Próbáltam kitalálni, hogy mi van odaírva, hát nem sikerült. És képzeljétek el, hogy ez tényleg valójában a többiek le tudják bizonyítani, mert megkaptam a papírt, és ugye gyakoroltunk, és sorba mentünk a gyakorláson, és én jöttem, én elkezdtem izzadni minden. Próbáltam én ott már 4-5-ször, már előtte való párcán nem is figyeltem, hogy mit kell mondani, hogy fel tudjam olvasni ezt a dolgot, 5-6-szor magam, de nem láttam, lesz, ami lesz. És elkezdtem, szerettem volna felolvasni, de nem azt láttam, ugye nem láttam, hogy mi van rajta. És nagyon nagy tanulság volt számomra. Akkor nem értettem, hogy miért történik ez velem, és hogy most el tudja, mindjárt jutottak mondani, hogy két-három nap alatt el tudtam olvasni utána ezeket a szövegeket már, látom kristálytisztán őket. És ez annyira nagy boldogság számomra, ezek a programok, bármelyik pálcát nézzük, hogy milyen pozitív programot viszünk be mellé, és az mennyire újra tudja építeni az egész szervnek az egész struktúráját, hát az fantasztikus, szinte számomra hihetetlen volt. Én mondhatom, új barátokkal gazdagodtam újból ebbe a táborba, és olyan a régi barátaim is sokkal közelebb állnak hozzám. Imádom a családomat, imádok mindenkit, egyre jobban érzem azokat az öleléseket, amit kapok tőletek, és csak azt veszem észre, hogy megint egy megértés, megint egy megértés, megint egy megértés, és köszönöm, Mester, hogy ezt nekünk lehoztad, és tudjuk ennek a gyümölcsét már előre élvezni. Sziasztok, Ildi vagyok. Nekem ez a negyedik táborom, és ebben a táborban éreztem magam a legeslegjobban idáig. Én egyedül élek, 73 éves vagyok, és így egy hetet eltölteni egy ilyen szeretetteljes közösségben egy csodálatos élmény számomra. A mindennapos ölelések, a szeretet energia áramoltatása, átadása, elmondhatatlan jó érzés. És minden nap képzésen veszünk részt, pálcákat készítünk, melyekkel egészségesen tudjuk tartani magunkat. Emellett fejlődünk, változunk. Ebben a közösségben mindenki elfogadja a másikat. Nincsen itt élkezés. És hogyha úgy érzed, hogy változásra van szükséged, fejlődésre van szükséged, vagy esetleg gyógyítani szeretnéd magad, egészségedet megtartani, rendbe tartani, akkor szeretettel várunk téged, gyere közénk. Köszönöm. Köszönjük szépen. Sziasztok, én Katalin vagyok. És nekem is ez az ötödik tábor, ahol jelen pillanatban részt veszek, és szándékomban áll ezt a gyakorlatot tovább folytatni, hogy itt legyek minden egyes alkalommal a táborokat illetően, főleg. Ennek pedig az a kifejezett oka, hogy
biztos vagyok abban, hogy mindenki, aki nézi most ezt a videót, vagy akik itt vannak, valamilyen képzésen ugye a mestertől részt vettünk már, részt veszünk. És itt a gyakorlatok nagyon intenzívek, koncentrációt igényelnek, és biztos ti is tapasztaltátok azt, amit én, hogy akár fizikailag, akár online veszünk fel egy képzést, az bizony ad nagyon sok tartalmat annak a napnak a végére. És utána, miután a képzést felvettünk, most itt is a pálcákra megkaptuk az avatásokat, utána a mi feladatunk, hogy ezekkel dolgozzunk, ezeket beépítsük a mindennapi életünkbe. Hát én más emberként térek haza, mint ahogy eljöttem, és alig várom a következő tábort. Úgyhogy kívánom nektek, hogy egy kicsit talán ti is érezzétek majd ezt, hogy nézitek a videót, és talán biztos ti is osztoztok ezzel. Úgyhogy köszönöm, hogy itt lehetek, és köszönöm, hogy meghallgattatok. Köszönjük szépen. Sziasztok, én Iri vagyok, és hát már nagyon sokan megszólaltak itt előttem, és sok-sok poénomat le is tőtték, mert olyan nagy szeretettel és elánnal jön az ember ide a táborba, én sem először vagyok már itt, de mindig várja az ember, hogy na, mi lesz az a több, amit még kapunk. Na, ezek a szerv regenerálások, ezek tényleg elég csúcsok. Tehát nagyon fantasztikusak. Személyes megtapasztalásom az, hogy én a képzést is elvégeztem, és otthon is gyakoroltam. Nagyon jól tudok már kommunikálni a belső szerveimmel, és nagyon meghálálják ezt nekem, és arra is rájöttem, hogy ha szeretettel szólok hozzá, és nem szidom meg, hogy na most miért csikorogsz, vagy gyomrom, vagy valami, akkor sokkal kedvesebben reagálnak a dolgaimra. És nekem ez nagy élmény, mert így tudom kezelni őket. Ezek a pálcák, ezek nagyon nagyba hozzá fognak segíteni ahhoz, hogy mivel az talán nem hangzott el, hogy automata pálcák, tehát szinten tartják, és tényleg ott, ahol baj van, oda fognak hatni a legjobban. Én nagyon örülök, hogy itt lehettem. Nagyon gyorsan eltelt ez az egy hét, mert nagyon tartalmas is volt. Nem beszélve arról, ezt talán minden egyes alkalommal hozzá is tenném, hogy maga a központ egy csodálatos hely. Tehát itt vannak gyógyító padok, vannak, akik ezen az úton haladnak, még a padok segítségével is vannak olyan padok, amik programozottak, és ezek segítségével is sokkal több megérzést tudnak, megtapasztalást szerezni, mintha otthon ülnének. Én mindenkit arra biztatnék, hogyha ezen az úton szeretnél haladni, és egyrészt tényleg az egészségére az embernek nagyon szüksége van, akkor gyertek el és próbáljátok ki, mert annyira felejthetetlen élmények jönnek, hogy elkísér nagyon hosszú ideig benneteket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sziasztok, Julika vagyok. Már nagyon vártam ezt a tábort, mert ez a szeretett közösség, a társaim nagyon hiányoznak mindig. Ugye a cél az az, hogy igazi önmagam legyek, hogy fejlődjek, és hogy a legjobb minőségemben tudjak bármilyen helyzetre reagálni. Erre a tábor, illetve az önfejlesztés tana az az egyik legjobb hely. Én nagyon sokat változtam, mióta ide járok. A programok is, de a társaim rengeteget emelnek rajtam, hozzák a szituációkat. Most szerdán úgy keltem fel, hogy mondtam, hogy én szabad vagyok, és annyira nagy nyitottságot éreztem. Mondjuk én kértem segítséget, és mondtam, hogy kivel nem vagyok annyira közel, ahogy én szeretnék, és megoldottuk. Ezen kívül a mostani szervregeneráló pálcák, azok, maga a program az egy csodálatos. Ugyanis meg tudom
az okát, hogyha valami nem működik tökéletesen, és azt meg is tudom velük kapcsolatban javítani. Én odáig jutottam ezzel a csodálatos programmal, hogy érzem fizikailag a hatását, sok javulást, úgyhogy én nagyon hálás vagyok érte, és köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Köszönjük szépen. Sziasztok, Évi vagyok, felolvasok pár gondolatom. Én most a harmadik táborban vagyok itt. Az eddigi legbensőségesebb, legcsaládiasabb táborban volt részem. Sokat fejlődtünk a közös gyakorlások által, ami után még motiváltabb lettem. Együtt gyakorolva át tudom érezni az egységet, a végtelen segítőkészséget, ami ilyenkor a csapatban van, és a gyakorlatok is hatékonyabbak. Nagyon sokat tisztultunk azzal is, hogy tükröt mutattunk egymásnak, segítve, hogy felszínre jöjjön az, amit még rendbe kell tenni magunkban. Ezzel még közelebb kerültünk egymáshoz, bátran vállalva gyengeségeinket is. Ez a mostani tábor nagyon különleges tábor volt. Már nagyon vártam, hogy itt legyek. Hogy miért? Azért, hogy megkaphassam azt a tudást, amivel én magam rendbe tehetem a szerveimet, egészségessé tehetem az egész testem, mindhárom szinten, és meg is tarthatom ezt végleg. És hogy mit adott nekem ez a 9 nap? Hát mindent. Sok-sok szeretetet, vidámságot, rengeteg nevetést, örömöt, éjszakákban nyúló beszélgetéseket, elmélyülést, és csupa, nagybetűvel, barátokat. És végül az én üzenetem, hova mész? Ne menj tovább. Itt van, mit keresel. Köszönöm. Köszönjük szépen! Sziasztok, Imi vagyok. Hálásan köszönöm, hogy ismét itt lehettem a táborba. Hálásan köszönöm nektek, hogy együtt ezt eltöltöttük, és jobban megismerhettelek titeket. Remélem a következő táborba is eljutok. És köszönöm azt a sok szeretetet, amit kaptam tőletek, és remélem én is tudtam adni nektek. Köszönöm. Köszönjük szépen. Sziasztok, én Márk vagyok, és nekem is ez az 5. táborom itt, vagyis hát nem, mert igazából itt a 4. ebbe a központba, ami egy nagyon nagy csoda, és csodálatos itt lenni ebbe a közösségbe, és veletek eltölteni ezt a 1 hetet. Én mindig nagyon várom, hogy jöjjetek, és amikor így hazamegy mindenki, így nekem is így kell egy ilyen 1-2 nap, amíg így hozzászokok, hogy ez a kis zsivaj, ez a zsibongás, ez az élet, ez így megszűnik, és így már nem vagytok itt. És hát kicsit hiányzik, de azért úgy vagyok vele, hogy nem erre helyezem a figyelmem, hanem inkább arra, hogy ugye mennyire jó lesz majd a következő is, meg a mostani napom is még mennyire jó. És ugye elhangzott már az is, hogy nagyon családias itt a hangulat, és minden egyes táborral így egyre családiasabb lesz a hangulat, és így jobban összeszokunk, így nagyon-nagyon így megismerjük egymást, és ilyen nagyon-nagyon szeretetteljes lesz mindenki. És még az előző táborokban így, ha néha volt egy kis surlódás, az így most, az így teljesen megszűnt. Így egyszerűen így nem jönnek létre olyan élethelyzetek, hogy ilyen kellemetlen dolgok jönnének föl így egymással kapcsolatban. És hát ezek a pálcák, ezek annyira jók, így nem lehet elmondani, hogy mennyire. Így ezek a pozitív programok annyira erősen hatnak, ezt így a napokban vettem észre, meg a többiek is visszacsatolták többször is, hogy egyik-másik megnyilvánulásom így mennyire tiszta és mennyire felszabadult. Például ugye pénteken volt egy táncos estünk, jót budisztunk. Hát a hárman zártuk, ilyen majdnem hajnali 2-kor, úgy addig itt voltunk, és még amikor itt voltak a többiek, akkor így egy ilyen körbe táncoltunk, és hát én így jött egy ilyen gondolatom, hogy hát be kéne ugrani a kör közepére táncolni, de hát jaj, hát mi lesz, hát izgulok, meg minden, és hát mondom, jött egy kellemetlen érzés, hát mondom, akkor meglépem, és leküzdöm ezt,
És így onnantól kezdve így annyira felszabadultan tudtam élvezni a zenét, a táncot, mindent, hogy így még én is meglepődtem magamon. Pedig már a tavalyi is nagyon jó volt, de így az idei így mindenki mondta, hogy én voltam a legfelszabadultabb mindenki közül. Úgyhogy hát nagyon sok fejlődést ad a tábor. Meg ugye itt vannak az önfejlesztés tanához, hát ilyen, hát önfejlesztő tanapadok, és ugye ezek segítik a gyakorlatokat, és ezeket is használtuk. És az a legjobb az egészben, hogy csak kimegy az ember oda, és így leül, és azonnal annyi megértése születik, és annyi segítséget kap, hogyha mondjuk van egy érzelmi hullámvölgy, amiben éppen benne van, és nem tud belőle kilábolni, akkor csak kimegy az egyik padra, ott kér segítséget, és azonnal megkapja. Vagy ha nem is azonnal, de így a napokban így jön egy ilyen tanítás, ami segíteni fog abba, hogy ezen túllendüljön az ember. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Sziasztok, Attila vagyok, és nekem ez az első táborom. Hát én a pálcák miatt jöttem elsősorban ide, de ennél én sokkal, de sokkal többet kaptam. Olyan terheket is hoztam magammal, amire nem is tudtam, hogy teher, mivel hogy itt folyamatosan segítjük egymást a tanfolyamokon kívül is, amit nagyon értékesnek tartok, így hát egymásnak is tükröt mutatva, meg önmagunknak is, mert ugye abban mi látjuk önmagunkat. Olyan megértések születtek bennem, ami enélkül nem jött volna létre. Tehát, és köszönöm nektek, hogy itt lehettem, és hogy ezeket megérthettem. Nem tudok csak más mondani, hogy köszönöm. Viszont a pálcák azok fölülmúlták a fantáziámat is, nem csak az elvárásaimat, meg a képzeletemet. És hihetetlen hatással vannak érám is, és tapasztalom is, és másokon is látom, tehát ezt kisebb csodának élem meg. Sejtettem, hogy a hagyományos orvoslás ez messziről kapargatja ezt a felszínt, de itt jó volt ezt megtapasztalni, hogy mégiscsak igaz, amit gondoltam, meg éreztem, hogy ennek valahol így kell működnie. Tehát mivel, hogy szellemlények vagyunk, tehát ezt csak szellemileg lehet megoldani. Én úgy gondolom, hogy amit gondolunk és hiszünk, az nagyon is működik. Nem csak bennünk, hanem mindannyiunkban. És hogy nagyon fontos, hogy mit adunk a társainknak, mit mondunk, mit hiszünk, és hogy mit teszünk. És ezt nem a étkezésre gondolom elsősorban, hanem az, hogy mit veszünk be a lelkünkbe, mit teszünk meg, és mitől válunk olyanná, amilyenné szeretnénk lenni. Még annyit még hozzátennék, hogy ez egyedül nem sikerült volna. Tehát akármilyen közösségben is vagyunk, ez nagyon fontos, hogy kik az, akik körülvesznek minket, milyen segítő szándékkal és milyen tisztasággal fordulnak felénk, mert egy ilyet megtapasztalni nem mindennapi dolog. Tehát én teljesen le voltam taglózódva, amikor az első nap itt voltam, és így mindenki átölelt szeretettel. Köszönöm. Köszönjük szépen. Hát akkor Judit vagyok. Nekem is ez az első táborom, és nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek mindannyiótoknak. És lehet, hogy segítek valakinek ezzel. Én több hónapja készülök, hogy eljussak ide a táborba. Én tavaly kezdtem el az önfejlesztés tanaképzést online. Végig is csináltam. Már akkor is nagyon sokat adott. És éreztem legbelülről, szellemi, lelki és testi szinten, hogy ez az utam, és ezt kell csinálnom. Nem is kell, hanem szeretem, és hogy hív ez az út. De egyedül nehezen ment. Volt, hogy abba is hagytam a gyakorlást. És bárki, aki most ezt nézi, és esetleg közénk tartozott, és abba hagyta az utat,
vagy csak pihen, egy kis szünetet tart, annak azt üzenem, hogy ölelje meg magát, nem baj. És én éreztem, hogy személyesen szellemi, lelki és testi szinten is magam alatt voltam, az életem szinte minden területén. Depresszióval és szorongással küzdöttem, és éreztem, hogy szükségem van segítségre, személyes jelenlétre, és végtelenül hálás vagyok, hogy itt lehetek, amikor hallottam Istvántól a gyógyítópadokról és az önfejlesztés tanapadairól, akkor tudtam, hogy szeretnék eljönni. 5 hónapja készülök rá, hogy összerakjam az anyagiakat, és megteremtsem az időt, és sikerült, és már az ide utam is sikerült, és boldogan mosolyogva jöttem ide. Vonatot elértem, boldogan jöttem, stoppal hoztak a házig, kapuig, mint egy hintón. Szóval nagyon boldog vagyok, és amióta itt vagyok, csak mosolygok, és én úgy vagyok itt, hogy részt veszek a pálca képzéseken is, de én konkrétan úgy jöttem le, hogy magamat nem volt erőm, én erőjére jöttem le, hogy gyógyítani tudjam magam, és még jobban tudjam az életembe beleépíteni ezeket a tanításokat és gyakorlatokat. És használtam a gyógyítópadokat délutánonként, illetve az önfejlesztés tanapadjait. Fantasztikus megéléseim voltak, az első 3 nap csak sírtam, de mivel az idő itt véges, még annyit szeretnék elmondani, hogy konkrét fizikai bajom is volt. Békerciszta van a bal tédembe. Nem műtettem meg magam, és egy kis porszleválásom, alig tudtam járni. És a többiek is láthatják, meg a videón is, hogy nem tökéletes még a térdem, de már tudtam táncolni. És itt elég sok a lépcső tudom használni. És tudom, hogy még türelemre van szükségem, hogy teljesen felszívódjon a ciszta. Tehát nagyon boldog vagyok, tehát ilyen végtelen hála van bennem, öröm és szeretet, ami áramlik. Áramlik, és én is nagyon várom a következő tábort, és most is bátorságot gyűjtöttem, és már mint egy kismadár kitárom a szárnyaimat, és csak mondanám nektek, hogy gyertek. Gyertek, és ami még fontos egy mondatban szerintem, hogy én nagyon kerestem egy olyan helyet, egy olyan közösséget, egy olyan módszert, ami szellemileg, lelkileg és fizikailag képes vagyok arra, hogy felelősséget váljak a saját egészségemért, életemért, és hogy amikor innen elmegyek, akkor a hétköznapi életbe ezt én tudjam alkalmazni, és hogy én nagyon szeretem a szabadságot, a függetlenséget, és hogy ezt szeretetve gondolva rátok, de hogy egyedül önállóan, bárhol a világpontján el tudjam végezni. És hogy tudjak fejlődni, tanulni. Sokféle helyen voltam, sok minden utat kipróbáltam, de érzem, hogy szeretnék ezen az úton tovább menni, és nagyon-nagyon sokat adott nekem. Úgyhogy hálás vagyok nektek, én is a könnyeimmel küszködöm. Így nagy szavakat úgy is látjátok a testbeszédemen, meg még én is nagyon sok megélésem volt. Én érzem, hogy jó úton vagyok, és végtelenül boldog vagyok, hogy van egy lehetőségem, egy gyakorlatom, amit gyakorlatban én magam tehetek önmagamért. És ez a hely nagyon sokat segít, a személyes jelenlét, a közösség, a szeretet. És az az igazi kihívás, próbatétel, hogyha innen elmegyek, akkor ezt hogy tudom csinálni. De képzeljétek el, már várom. És azt is, hogy újra együtt legyünk. Köszönöm nektek. Köszönöm. Hát sziasztok. Hát nekem is már nincs mit mondanom, mert már nagyon sok mindent elmondtak itt a barátaim. Én csak annyit tudok mondani, hogy nagyon szuper a tábor, és hogyha tehetitek, akkor gyertek a táborba és a képzésekre is, mert nagyon sokat tudnak adni. Tehát nem is tudjátok, hogy szinte mennyi mindent, hogy itt elhallatszottak. Köszönöm szépen, sziasztok! Köszönjük szépen! Köszönöm, hogy meghallgattad a tanítványokat. Nagyon sok élmény, beszámoló, nagyon sok értékes mondatot, gondolatot hallgattunk, és még sokat tudnának mondani, de mondtam, hogy ne beszéljenek túl hosszan. Várunk ide téged.
Tavasszal megint lesz táborunk, illetve két hét múlva lesz egy egészségestünk, ahol a csapat nagy részével fogsz találkozni. Ez egy péntek esti alkalom, ahol kicsit eszegetünk, beszélgetünk, dobolunk, csinálunk gyakorlatokat, jól érezzük magunkat, szeretjük egymást, fejlődünk, emelkedünk, egyre egészségesebbek vagyunk. Itt Jászalsó-Szentgyörgyön lesz megint csak megtartva, két hetente tartjuk ezt az alkalmat, és ha szeretnél minket személyesen megismerni, akkor két hét múlva ezt megteheted. Illetve, ahogy mondtam már az elején is, október 9-én szervregeneráló 3-as képzés, ahol a keringési rendszerrel foglalkozunk, ugye szív, verőerek, nyirokrendszer és így tovább. Ha szeretnél egészségesebb lenni, akkor gyere, a szervregeneráló képzés 11 részből áll, amit majd jövő nyárig fogunk talán befejezni, de majd folyamatosan ismételjük, így mindig be tudsz kapcsolódni, illetve két hét múlva várlak a spirituális önfejlesztést annak képzésre, ahol 6 hónapon át képes vagy szinte kicserélni magadat, teljesen meg fog változni az életed, és egy sokkal boldogabb, békésebb, sikeresebb, egészségesebb életet tudsz majd élni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál minket. Szia! Köszönöm. Sziasztok!